Apa, tényleg olyan fontos dolog a víz? Az egyik legfontosabb dolog a világon, kisfiam. A víz a legnagyobb kincsünk, amely nélkül nincs élet. Víz nélkül a Föld is csak olyan puszta sziklagombócként keringene a semmiben, mint a Hold vagy a Mars. A víz maga az élet, és számos örömünk forrása. Víz nélkül néhány nap alatt szomjan halnánk. Víz nélkül hamarosan minden virág, fa elszáradna. A Földön megszűnne minden élet. Miért nem a patakból iszunk? Vagy a kútból, amilyen a nagy dinár van? Régen mindenki a patakból vagy a kútból ivott, de már csak kevés olyan tiszta forrás van, amiből ihatsz. Persze a mai világban már a víz sem kerül olyan egyszerű, természetes módon a poharunkba, mint régen. A csapból folyó ivóvíz jókora utat jár be, és sokan dolgoznak vele, amíg eljut a lakásunkba. Apu, igaz, hogy sok pénzbe kerül a víz? Az ivóvíz egyáltalán nem olcsó, de talán nem is olyan drága. Mint általában minden, a víz ára is viszonyítás dolga. Egy átlagos család napi vízszükséglete 4-500 liter. Ez a rengeteg víz nagyjából annyiba kerül, mint például egy pohár sör, néhány szál cigaretta, vagy valami más, nem nagyon fontos dolog. Mi lesz azzal a sok vízzel, amit elhasználunk? Ez egy hosszú történet, figyelj csak! Ahogy láthattuk, a vízzel sok munka van. De nem csak addig, amíg eljut a lakásunkba. A fekete leves csak ezután következik, mert ugye
Senki sem szereti, ha a szennyvizet csak úgy egyszerűen belereszik a folyóba. A szennyvizet tisztítani kell, ha nem akarjuk végképp tönkretenni a természetet. Nem kevés munkába és pénzbe kerül, mire az elhasznált víz újra visszajuttatható a természetes körforgásba anélkül, hogy kárt okozna az élővilágban. Fontos a víz. Vigyázzunk rá, jó? Bárhol is élünk, városban vagy falun, a vizet néhány óráig sem tudjuk nélkülözni. A tiszta víz valóban az egyik legféltettebb kincsünk. A gyerekektől a felnőttekig mindenki sokat tehet azért, hogy a csapból folyó víz az új évezredben is olyan magától értetődő dolog maradjon, mint napjainkban.